Az Európai Unió számára az egyik fontos szempont a széndiokszid kibocsátás csökkentése, ennek megvalósításához igyekszik bevonni az érdekelt feleket és a helyi civil szervezeteket. A BIM 21 nevet viselő nemzetközi projekt ebben a kérdésben próbál segítséget nyújtani, jelenleg 9 Európai Uniós országban zajlik köztük Romániában is, koordinálását a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont végzi. Eddig hatváros város jelezte részvételi szándékát elsőként Székelyudvarhely, majd bekapcsolódott Nagyenyed és is. A projekt fő célkitűzései között szerepel a programba bekapcsolódott városok számára az állandó tanácskozás egy nemzetközi szakértői csapat részvételével, mondta el a sikeres befejezést igazoló ok levelek átadását követően az előadó dr. Hajdu Zoltán. A Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ munkatársa kiemelte, a négy hónapos képzés sorozat alatt többek között a területrendezés, az energiatermelés, az energiatudatos közlekedés, az alacsony energiaigényű építkezés. Is szóba került. A képzés lényege az, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottai és a tanácsosok egy közös munkacsoportba dolgozzanak, és a fenntartható városfejlesztési tervek, tervezési módszerét elsajátítsák. A jó szándék az sokszor nagyon fontos, de a jó szándék mellett azért nagyon fontos, hogy megismerkedjünk a jelenlegi jó példákkal, amelyek Nyugat-Európában történtek. A kombinált képzés lényege, hogy váltakoztak a személyes találkozások és az egyéni munkával töltött időszakok. Bunta Levente polgármester szerint fontos, hogy a város fejlődése folyamatos legyen. A cél egy intelligens udvarhely kialakítása szerinte ebben is nagy segítséget nyújthat ez a programsorozat. Követjük a célt, hogy legyen egy tiszta város, egy környezetkímélő technológiát használunk, és ez az a fenntartható fejlődés, amire mindenki rá kell hangolódjon. Ráadásul ez segíti az Európai Unió. Tehát pénzeket tudunk behozni, úgy, mint ahogy pénzt hoztunk be a szennyvíziszító rendbetételére, és egybe ugye a környezetet is kíméljük. Minden városban legalább öt tanácsos és ugyanennyi köztisztviselő vesz részt. A cél, hogy a képzés révén a döntéshozó, illetve a végrehajtó testületben is legyen egy-egy csoport, amely megfelelő felkészültséggel rendelkezik a fenntartható energia akcióterv kezdeményezéséhez. Várhatóan még idén kézzel fogható eredményei is lesznek az elhangzottaknak udvarhelyen.